Megy az Audi földúton, kőhöz koppanalja, nagy a kocsi, a sofőr még nagyobbnak tartja. Gondolkodni, ha vezet, nem épp könnyű munka, észreveszi, hogy be van a motorház nyomva. Vörös István Élemék Petőfi című kötetéből olvasott fel Burjánné Tarró Edit, a Vörös Marti Mihály könyvtár igazgatója a vetélkedő megnyitóján. Az intézmény és a Tarsói Ifjúságért Egyesület Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából szervezte meg a versenyt. Minden költővel való foglalkozás a gyerekeknek a gondolkodását, szókincsét gazdagítja, bővíti, és azt gondolom, hogy a Petőfi vetélkedő is emiatt kell, hogy megvalósuljon, megszervezzük, és ez volt mindig is a célunk, hogy ehhez hozzájáruljunk. A vetélkedőt Fejér vármegye általános és középiskolásai számára hirdették meg. A verseny a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásából valósult meg. A középiskolások döntőjébe 7 csapat jutott be, Nicolett és társai Sárbogárdról érkeztek. Azért jelentkeztünk, mert iskolánk névadója Petőfi Sándor, és ezért mi már fiatalkorunk óta sokat találkoztunk vele, és nagy szerepet játszott abban, hogy országunk most ott tartson, ahol tart. A 3 tagú csapatok érdekes feladatokat kaptak, például filmet néztek, és az alapján kellett a kérdésekre válaszolniuk, idézeteket és képeket párosítottak össze, idegen nyelvre fordított versekkel ismerhették meg Petőfi világirodalomban betöltött helyét. Pantomim feladat, ahol ők fognak verseket bemutatni egymásnak, és adtunk egy olyan feladatot is, már azt előre elkészítették a diákok, hogy Barangol a vándor színész címmel állítsanak össze egy PPT-t, és ahhoz kapcsolódva mondják el a megismert információkat. Illetve még egy olyan feladatunk is lesz, ahol a Petőfi versek átdolgozását, zenei változatait fogják felismerni. A vetélkedőn 3. helyezett lett a Bogárd Pál Technikum Szerelem Gyöngyei csapata, 2. helyezést ért el szintén a technikumból a Petőfi Tyúkjai csapat. A megmérettetést a Vasvári Pál Gimnázium Adidas csapata nyerte.